Na, szevasztok! Kihoztam egy pár növényt a konyhából, szóval kihoztam ezt azt hiszem, hogy 3-4 fele fogom osztani. Egy részét visszaviszem, egy része itt marad kint. Akkor kihoztam a bazsalikomból egy párat, amik már nagyon megnyúltak. Ide kint kapnak új helyet, és kihoztam még a... Azt a neki, ez hol nő? Szóval kihoztam a perői földi cseresznyéből is. Ez nem biztos, hogy ez jó lesz, mert ezek nem szereti. Szóval se a bazsalikum, se a perui nem szereti a izét. Hideg időjárást, úgyhogy majd leteszem a földre. És ha bármilyen nagyon hidegeket mondanak, le fogom takarni. Fátyolfóliával. Szóval nagyon jó idő van kint, de fúj a szél, mint a hülye. Úgyhogy most úgy döntöttem, hogy először még ide bent fogok kertészkedni egy kicsit. A bűzbombából is adok a növényeknek, szóval most már kapnak trágyát. Hú, de büdös vagy az anyád, úristen, mikor kitaláltak, hogy lehetsz ilyen büdös. Szóval guánót is kapnak a növénykéim most már. Most már serkenti a növést. Nem tudom, hogy egy kicsit szétszedjem ezt itten, hogy ne szedjem, vagy hagyjam. Majd szétmegy úgy, ahogy akarja. Ja, hagyom. Majd. Így egy kicsit mélyebbre is kerül, és akkor nem lesz annyira megdőlve. És remélem, hogy ide bent az üvegházba azért most melegek jönnek. Aztán mindig jöhet egy hideg. Most hiába mondják, hogy jönnek a melegek. Hideg az mindig jöhet. Szóval azok itt maradnak bent az üvegházba egyenlőre. A tanár úr küldött nekem linkeket tegnap a videó alá. Hát igen, ezeket én is olvastam, szóval... Jaj, nem adtam neki guánot. Szóval én is olvastam ezeket a linkeket, csak más újságokba. Szóval német, meg osztrák, meg svájci, meg a fene se tudja, szóval elég sok helyen olvastam, hogy nagyon nagy gond van, rengeteg sok rovar elpusztul a utolsó időkben, persze a permetezések miatt, meg az egyoldalú mezőgazdaság nagyon pusztítja a rovarokat, és sajnos vadméhektől kezdve minden pusztul. És amíg valaki azt gondolná, hogy hát le van szarva, hogyha mit tenni, pár a rovar elpusztul, úgy csak el a senkinek, de kell, mert körforgás van. Szóval, ahogy az ember megpróbálja, néha melyikőtök megpróbálja a permakultúrát a kertjébe, ugyanígy a permakultúra megvan a természetben is, és ha egy fajt kijött az, akkor lehetséges, hogy másik 5 faj is ki fog vele együtt pusztulni. Mert az az egy faj pont valaminek az étrendjén rajta van, ami kipusztul. Szóval veszélybe kerülnek a madarak, veszélybe kerül sok minden. Szóval a körforgás az olyan, hogy például egyes rovarok azért felelősek, hogy lebontsák a dögöket. És hogyha valami elpusztult állat nem lesz lebontva, akkor az szennyezi a környezetet pluszba. Akkor van olyan, amik azért van, hogy a tehéntárgyát lebontsa. De hát, hogyha ezek nem történnek meg, akkor környezeti szennyeződések lesznek. És akkor vannak még olyan visszaütője is ennek a dolognak, hogy az énekes madarak, meg mindenféle madár, szóval tudjátok, akiknek csináljuk a kertbe a helyeket, hogy ezek a madarak, ezek mindenféle ilyen
kártevőkkel táplálkoznak. Viszont ha nincs kártevő, akkor bármelyik édenes madár még a méheket is megfogja táplálék szerzésből. Szóval nagyon oda kellene figyelni, hogy a természetet egy kicsit megvédjük. De hát természetesen, hát nem tudom, szóval mink így kerttulajdonosok ezt egy kicsit tudjuk fékezni, ezt a folyamatot, de mink megállítani nem tudjuk, szóval megállítani ezt csak azt tudná, aki a legjobban te vagy szennyezi a földünket, és ők meg, nekik meg nincs kedvük ezt. Őket ez nem érdekli, hogy egy érdekli őket, a zsebük tele legyen, az összes többit leszarják. És az a baj, hogy a politikusok is benne vannak ebben a dologban. De nagyon benne vannak, mert sokszor van az, biztos halljátok, hogy összegyűltek mitten, amén itt-ott amott a hülyék, szóval politikusok, és valamilyen izét hoztak, szóval, hogy hú, hát meg kell védeni a földet, jó, akkor hozunk egy olyan izét, egy olyan paragráfust, egy olyan cikket, hogy mitől kezdve betiltjuk mondjuk a rondapot. Vagy mondjuk a glipóztátot betiltjuk. És akkor jön a kérdés, igenis mikortól, szóval holnaptól? Nem, hát nem holnaptól, hát ezt olyan gyorsan nem lehet csinálni. Hát nem, szóval annak kell egy kis idő, hogy ez beinduljon, szóval akkor mondjuk 20 év múlva. Szóval ilyesmi miatt fog elpusztulni ez a föld. Mert tudjátok, most mindegy, hogy milyen buzi volt, aki meghozta ezt a törvényt, hogy majd 20 év múlva akkor teszünk valamit. Közben leváltják ezt a buzit, jön egy másik, és annak lehet, hogy pont a sógora benne van ebbe a üzébe, ebbe a cégbe, aki gyártja ezeket a szereket, és azt mondja, nehogy már betiltjuk, hülyék vagy toktik? Nem fogjuk betiltani semmiféleképpen, hát nehogy már a sógorommal kibasszak. Azért is még 30 évig lehet gyártani, lehet használni, nyomjátok kifele a földre. És van egy könyv, nem tudom, szóval én nem olvastam, egy ismerősöm olvasta, azt mondta, azt se tudja már, hogy hívják, de fiatal korában, hát ő mostan majdnem 70 éves, és azt mondta, hogy olvasott fiatal korában egy könyvet, ilyen sci-fi könyvet, tudjátok. És akkoriban, szóval arról szólt ez a történet, hogy majd a földön kipusztulnak a rovarok, és a zöldség, gyümölcs, azt már csak a nagyon gazdagok tudják megvásárolni, mert külön olyan munkahelyek lesznek, hogy majd az emberek ecsettel fogják a fákat beporozni, és így nagyon kevés gyümölcs fog lenni, csak tényleg amennyit az ember be tud porozni, csak annyi, és akkor még különféle betegségek lesznek, amik még ezt a beporozott gyümölcsöket is tönkre teszi, szóval nagyon kevés gyümölcs, zöldség lesz már, és ezeket utána már csak a nagyon-nagyon gazdagok fogják tudni megvásárolni. És így a halálozások száma nagyon magas lesz a vitamin hiány miatt. Az összes élelem, ami lesz a földön, az ilyen izé lesz, ilyen műanyag élelem. Úgy, mint már most a cukor. A rengeteg sok cukor van, ami műcukor. Szóval a kész ételekbe általában vesze ötféle kész élelmet, mindegyikben valahogy másképp van megnevezve. Szóval mindegyikben más neve van ennek a cukornak, de a lényeg az ugyanaz, ez egy műcukor. És
Szóval ilyesmi volt ebben a könyvben, és ami akkoriban, mit tudom én, 50 évvel ezelőtt, még egy írónak a agyába született csak meg, és mindenki azt mondta, hogy ez hülye, ez egy torz szülött, ez egy barom, ilyesmit leírni se szabad, az most egyszer csak valóság lesz. Úgyhogy ilyen ez. Hirtelennyében ilyen lett ez. Jó lenne most izé. Ja, ilyen kerekek vannak, de jó, visszahasznosítom a kerekeket. Ilyet. Nagyobbat, kisebbet. Legyen egy nagyobb, legyen neki helyen ülni. Ja, itt is van egy. Akkor használjak két nagyobbat, meg egy kisebbet. Na, mit tudom én. Na, mit tudom én. Na, ebből adunk ennek is rendesen trágyát, mert kéri. Kéri. Szóval ilyen növényeknek körülbelül egy ilyen izét szoktam adni ebből. Egy ilyen kanállal. Nagyon jó ez a guano. Na, ezt megcsináltam. Akkor utána pedig megyek ki. Hogy kezdjem el a szétosztását? Megyek ki és megmetszem először az izét. Lehet, hogy többre osztom. Szóval először meg fogom metszeni. A kivit, mert annak is nagyon itt van az ideje, szóval a kivi metszésnek. Ezt megmetszem. Utána az almafákat. És akkor gondolkozok azon, hogy nem tudom, lehet valamikor a héten, jövő héten. Amíg ilyen jó idő van, nincs kedvem nagyon elmenni sehová. Pedig kéne. Szóval az obiba kéne elmenni és ilyen izét hozni, ilyen lukacsos téglát a Bogár Hotelnek. Na. Szeretitek? Én nagyon szeretem. Schnitzling! Én imádom a schnitzlinget. Kicsit az aljába. Hová tegyük? De jó erős. Kicsit ebbe, sok nem kell. Így né, összekeverni. És akkor még ezt félbeszedem itt. Jó. Kicsikét lerázom róla a földet, hogy a új földbe kezdjen el nőni. Ne az öregbe. És akkor, hát nem tudom, egyiket nagyot felviszem a lakásba, megint. Hogy legyen bent a konyhába schnitzlingünk. A reggelire leszoktuk vágtalni szépen, össze daraboljuk, és akkor reggelire, tök finom. Na, milyen jó már. Ja, szóval metszések lesz, máma metszeni fogok. Úgy döntöttem. Fontos nagyon, hogy a metszéseket csináljam. Most jó idő van. Lehet csinálni. Ki kell használni ezt a jó időt. A fene se tudja jövő héten milyen idő lesz. Kicsit összébb nyomom. Kicsit az alját megszaggatom. És akkor ő lesz az, amit visszaviszem a konyhába. Jaj, de fincsi lesz. Ja, izé, az a háló.
Tudjátok, amit a káposztafélékre használok, abból, ha jól emlékszem, már csak 15 méter van. Szóval lehet, hogy mire ezt a filmet felteszem, már 15 méter se lesz. Gyorsan elfogyott. Na, hát milyen szupi, ez megy akkor föl. Megint a szobába. Nagyon büdös. Ez ide bele. A föld le a földre. Így né, különben beosztam, még egy 40 literes vettem a Dénába. De jó, hogy ez itt úgyis fel kell tölteni, még nyugodtan, csak így le a földre. Le lehet sepelni szépen. Na, akkor ezeket most, én azt mondtam, lerakom a földre. Rakjak alá izéket, hogy ne rakjak alá? Nem, lerakom csak a földre őket, és akkor izé elengedik a vizet. Ja, jobb az neki, mint hogyha izé. Szóval kiwi metszés. Mindent le kell vágni. Az Endre azt mondja mindig, az Endre a nagy kiwi tenyésztő. Tudjátok, ahol mink is voltunk nála a kaki földön, ahol a kaki plantás van, és nála van rengeteg sok kiwi. Szóval ő mindig azt mondja, hogy úgy kell levágni az összes gajat a kiviről, hogy a termő részig, szóval ahová felfuttatjátok, odáig csak egy szál menjen. Vagy kettő, nálam kettő megy fel odáig. És onnantól kezdve, ahol fönt van a termő részen, onnantól kezdve lehet többet hagyni. Bár inkább ott is azokra próbálni, hogy az ilyen hosszú szálakra, mint amit itt is láttok keresztbe menni, azokat meghagyni és az összes piciket levagdalni. Nekem itt a termő rész, vagyis ez a felső rész, amire rá van futtatva a kerítés, itt is fog maradni. Szóval idáig levagdalok mindent róla. Ez most pont az egyik hosszú lett, de eddig féltettem levágni, de hogyha ő azt mondja, hogy így kell, akkor így kell. Szóval ez itt nálam a fiú. A fiú az mindig erősebben nő, mint a lány. Ez micsoda itt? Nézzétek, már itt mellette kinőtt még egy hagyjam. Itt van mellette egy picike kis kiwi szerintem. Kijött izéből. Nagyon leveszem. Szóval itt a nagy kiwi. És itt van mellette egy pici. Látjátok? Valószínűleg kijött gyökérről. Akkor meghagyom azt is, viszont azt is visszanyírom, hogy csak egy szálas legyen. És akkor legalább megmagyarázza, hogy miért volt itt ekkora bozót állandóan. Ott se hagyom meg, csak az egy szálat. Na, egyből másképp fog kinézni akkor. Emlékeztek, tavaly megváltoztattam a fáknak a metszését. Szóval nem úgy metszettem, mint régen, és megint ugyanezt a metszés formát fogom továbbvinni, amit tavaly, mivel nagyon nagy termés lett. Tehát nem vagdaljuk le a végeit a fáknak, az ágaknak, csak egy olyan vágás, egy olyan metszést csinálunk, amivel irányítjuk a fát, és csak a felesleget szedjük le, ami nagyon befele nőtt, vagy pedig vízhajtások, semmi más nem szedünk le metszéskor. Csak olyat szedünk le, ami keresztben nő, vagy befele.
mint például ez itt befele, tehát kivágjuk, hogy ne legyen olyan, hogy befele nőjön. Ezt is kivágunk teljesen. Szellősen nőjön egy fa, ne pedig befele. Mellette jön valami vadhajtás. Ezt levagdalom. A belsejét le. Ezt is. Ezt is. Ne legyen belső növés. Így né. Ezek itt keresztezik egymást, tehát levágom azt, amelyik befele megy, hogy ne legyen kereszteződés. És ezt csak egy kicsit rövidítem, és akkor itt majd el fog ágazni a növésbe. Itt van egy, ami befele nő, ezt is leveszem. Ez a nagy is befele nő, ezt is leveszem. Itt van egy kereszteződés. Befele nő. Ezt a kereszteződést itt kiveszem. Ne legyen ilyen rajta. Ott van egy, ami nagyon befele megy. Ezt is leveszem innen. Itt van egy kereszt növésű. Csak annyit és úgy, hogy a fának a alakját, ahogy szeretnéd, hogy milyen alakja legyen, csak annyit szabad rajta vágni. Ezt innen kivágom, mert itt alul jön egy másik hajtás. Tehát ha az idén nem is, jövőre biztos, hogy keresztezni fogják egymást. Tehát leveszem. Ezt egy kicsit hurtítom, hogy ne álljanak ezzel össze. Ezt itt belülről ugyancsak kiveszem. Így né. Ott van valami fönt. Mi ez? Csak egy levélmaradvány. Ha találtok rajta olyat, hogy döglött gyümölcs, szóval tavalyról visszamaradt gyümölcs, azt vegyétek le, mert az betegségeket okoz. Na, ennyi volt. Hát, ezek egy kicsit keresztezni akarják egymást. Akkor leveszem. Így né, szóval ennek a fának kész a mesztése. Ennyi volt. Mivel most már össze lehet szedni az oltóveszőket is, szép lassan, egy olyan időszakban, amikor nincsen fagy, persze, ha metszesz, akkor sincs fagy, úgy döntöttem, hogy mivel ez a piros almafa, aminek a belseje is piros, szóval a véralma, a levágott vesszőket, amit levettem róla, egyből el is teszem, és ezek jók lesznek oltóvesszőnek. Na. És akkor legalább az oltóvessző egy részét is össze tudom szedni. Szóval én az idén ezt a pirosat akarom beoltani. A két, három olyan fám van, ami nagyon öreg. Azokból akarok átoltani, és majd Magyarországról kapok még oltóvesszőket. Meg remélem, hogy csemetét is, amiben bele tudok oltani, mert úgy volt, vagyis arról van szó, hogy meg akarok rendelni vad alma fákat, és akkor azokba majd beleoltani. Na, a metszéssel készen vagyok. Legalábbis az alma fákkal. A kört, a két körtéhez még nem nyúltam hozzá. Azokat úgyis a ifjítóvágást kell még rajta csinálni. Viszont akarok nektek valamit mutatni. Kicsit fúj a szél. Ó, szétbasztom a kezemet, vagy három helyen. Aj, még össze kell pakolni ám. Ezeket meg kell metszeni, még van még sok minden metszeni való. Csak azt akarom megmutatni, hogy elment a hó. És emlékeztek rá? Itt van a fokhagyma, az őszi, amit elültettem, és ez be volt mulcsozva. Szóval a mulcs teljesen eltűnt, szinte. A fokhagynából se sok minden látszódik. Szóval nagyon megnyomta a hó, hát látszik a fokhagyma azért, de a hó az megnyomta rendesen, és
Nézzétek csak! Itt van az őszi. A őszi mák. Ez olyan, mintha nőtt volna. De szerintem biztos, hogy nem nőtt a hó alatt semmit. Na, és akkor itt a borsó. Az őszi borsó. Hát, ennek se tetszett nagyon az a sok hó, ami megnyomta. És hát ezt a Tibit fogja inkább érdekelni. Nézzed csak, Tibikomám. Itt a Jancsi hagyma. Ez se örült neki, ám meg lett nagyon nyomva ez is, szegénykém. Szóval itt jönnek a Jancsi hagymák. És akkor idáig jön a Jancsi hagyma, és innentől kezdve van a elefánt fokhagyma. Például itt. Ez már elefánt fokhagyma. Nagyon sokat nem látni belőle. Rengeteg sok luk van, amit szétástak a izék. Csírák, nézzétek, még helyenként olyan hó van, mintha senki nem nyújt volna hozzá. Rengeteg sok hó volt. Most már azért szépen elmegy. Hú, most már dolgoznak az emberek is. Nézzétek, de jól néz ki. Egy darabon fel van szakadva. Szóval annyira meleg nincs, mint amit mondtak. Szóval 10 fok biztos, hogy nem volt. Egy kicsit sütött a nap máma, de nagyjából elég hideg szél fújt. Úgyhogy még nincs olyan gatyarohasztó meleg. Viszont az üvegházban nagyon jó idő volt. Na, hát most már majd lehet itt mocorogni. Oda nézzetek, micsoda nyom. Szóval lehet itt mocorogni majd. Összepakolok, lehet itt a dolgokat csinálni. Elmegy a hó, lehet rotálni. Nagyon kéne most már, hogy elvessem a izét, a lóbabot. Össze kell szedni ezeket itt. Na, télire kint hagyott káposzta félék. Nem tetszik neki. Én azt hittem, hogy kint hagyom és megnézem, hogy majd jó lesz, ezért felmaxik. De én nagyon úgy nézem, hogy ez nem felmaxott, hanem szétfagyott, szétrohadt. Szóval, ahol hó van, ott nem lehet magot szedni belőle. Csak akkor, ha kiásnám, bevinném és akkor tavasszal kihoznám. Úgyhogy ebből nem fogok magot szedni. Az már biztos, meg kell vennem minden évben a magot. Ezt is szét kell szedni. Az idén valami új fajtát kell csinálnom, mert emlékeztek rá, összedőlt. Leszakadt nagy súly alatt. Szóval nem tudom, valahogy másképp kell megoldani. Viszont nézzétek már. Lehet, hogy van mégiscsak fehér babom. Nézzétek már, itt a bab. És pont fehér. Na ezt kapjátok el. És még ráadásul izét is kapott. Fagyasztást is kapott. Majd leszedem. Haha! Nyeremény! Van fehér babom! Na! Nem sok van viszont. Ja igen! Trágya! Ki kell szórni! Nézzétek meg! Hát nagyon, nagyon egyezét csináltak! Disznó munkát ezek a izék! Pockok! Hogy felásták az egész kertet? Szóval... Tudjátok, itt nekem fű van, szóval gyep. És... Teljesen nézzétek meg! Tönkre vágták az egészet. Nagyon, nagyon szétástak mindent. Na jó van. Ezt befejeztem itt. Az előbb láttam, hogy ezért egy gellét. Pedig nem szoktak itt lenni vadgalambok. Egyet láttam, bent volt nálam a kertbe. Ja, ezért el kell vinni az ágakat. Pirosból berakni a hűtőbe. Becsomagolom és berakom a hűtőbe, oltóágak lesznek. Más almából nem szedtem az idén egyenlőre még, mert de majd szedek. Ja, szedek a másik kettőből, szedek, mert kell abból is. De lehet, hogy nem szedek, mert kapok izét, kapok oltóvesszőket, meg hozok olyan fajtákat, amik izék kihalók félbe vannak.
és akkor inkább majd azokat oltom, és azt, ami nekem van itt, az a két fajta, hát az idén biztos nem fog kipusztulni mind a két fa, vagy mind a három, úgyhogy azokat majd akkor jövőre oltom. Az idén maradnak még egyenlőre, ez a fontosabbik, meg olyan fajtákat hozni, amik nagyon öreg fajták, és nekem nincs. Na, hát egy kis sár van, azt kell mondani. Megmutatom már. Sikerült, emlékeztek, tavaly ilyenkor fájt nagyon a hasam. Szóval beteg voltam, kötöztem, minden bajom volt, és nem tudtam rendesen megmetszeni a fákat, úgyhogy idén rengeteg sok minden jött le róluk. Nézzetem, még ez a kevesebbik, de ott elől a nagy fáról tavaly nem tudtam levágni a nagy ágakat. Hát most az idén sikerült felmennem létrával és levágni. Milyen jól néz ki. Az előbb láttam egy cinkét, ott nézegette, ott ült vele szembe, az fíkik. Aranyos volt nagyon. Na, szóval levágtam arról is, erről a fáról is levágtam minden izét, szárazat, itt a gelle. Látjátok? Soha nem volt itt. Ketten vannak. Egy párba van, de jó. Még soha nem voltak itt vadgalambok. De örülök neki. Nem is hárman vannak, négyen. Egy egész csapat. Nézzétek már. Egy egész csapat vadgalamb. Mám olvastam valamit, hogy mit jelent, ha vadgalambok jönnek mám a Bálint napján. Lehet, hogy azt a odut, amit csináltam, ők fogják elfoglalni. De jó, még soha nem voltak vadgalambok itt. Na mindegy, össze kell szednem. Nézzétek csak, mekkora fák jöttek le. Majd le kell kezelni, amit levágtam. Be kell kenni. Szóval ezeket akartam már tavaly is leszedni. Hova mentek? Ne menjetek el. És hát tavaly nem tudtam, beteg voltam. Sajnos tavaly is már az volt, hogy nagy valószínűséggel az volt, hogy a glutén érzékenység, és az orvos pedig azt mondta, hogy izén van izomszakadásom, és ahelyett, hogy kivizsgálták volna rendesen, és kiderült volna, hogy gluténmentes vagyok, szóval hónapokig szenvedtem itt. Na, hát akkor azt hiszem, hogy holnap, mivel ilyen jól elhaladtam, megcsinálom a tetőt, felmegyek, megcsalom a cserepeket, és utána pedig, hát a havat el kell hányni innen, meg kell csinálni, ez be van szakadva. Látjátok, ez az oldala kiszakadt, be kell rakni egy új oszlopot, meg csinálni, ezt felrakni megint, akkor van egy ilyen izéhálónk, hogy hívják, katonai háló, azt a tetejére rátenni, és akkor majd a kacsák ki tudnak jönni ide. Ezt azért akarom megcsinálni, hogyha lesznek kicsi kacsák, akkor itt lesznek először, hogy a héja meg ilyesmi ne tudja őket összeszedni. Na, nagyon jó. Nézzétek, arra fele van Magyarország, onnan jön a jó idő. Szóval felétek biztos nagyon jó idő volt már aki ott lakik. Na jó van. Hát, szóval elég sok mindent levágtam erről a nagy fáról, főleg a szárazakat, de még mindig van rajta elég sok száraz, de hát nem. Szóval nem mindenhová nem érek oda. Ezt úgy döntöttem, hogy ezt a kunyhót is elbontam itten. Lehet, hogy még az idén. Van egy halomvas, ezt el kell vitetni, vagy elvinni a rogyszelepre, mételepre. És akkor cserepek vannak itt, meg semmi nincs. És úgy szétesőben van, és akkor a fából egy részt tudnák hasznosítani valamire. A cserepeket össze kell úgy rakni, hogy ne menjenek szét, valahova a fal tövébe összerakni őket, és akkor le kéne bontani a francba ezt a innen, mit izélt. Itt foglalja csak a helyet, tele van szeméttel, persze akkor el kell vitetni a szemetet, meg egy halompénz, ami nincs. Kincs, ami nincs. Na jó van. Megmutatom még.
raxot, aztán befejeztem. Mennyi madár van máma? Nyitni kék. Na, aki nem tudná, az oltóvesztőt jó be kell csomagolni papírba, aztán ezt bevizezzük, nagyon, úgyhogy csorogjon belőle a víz, ezt kinyomkodjuk azért, utána, és belerakjuk egy fóliába, és azt utána a becsomagolt oltóvesszőt a fóliával együtt berakjuk a hűtőbe legalúra, ott, ahol a gyümölcsök szoktak lenni. És tároljuk addig, még el nem jön az ideje az oltásnak. Utána kivesszük, és használhatjuk is. De akinek van pincéje, egy hűvösebb pincéje, az azt is megcsinálhatja, hogy fogja az oltóvesszőket, és beledugdossa a homokba, hogy ne fagyjon. Vagy egy olyan pincébe, ahol nem fagy, általában pincékben nem szokott, és akkor a vizes homokba beledugdossa a vesszőket, úgy is el lehet tartani. Nem muszáj a hűtőbe tenni. Na jó van, ennyi volt. Szevasztok!